Kedves Tiszta és Peti, a kihívás a következő. Keressetek olyan állatot, ami nagy testű, szereti a vizet, de nem él a Balatonban. Tehát, nagy testű, szereti a vizet, de nem él a Balatonban. Azt mondja, ha megtaláltátok, akkor három feladatot hajtsatok végre vele. Mutatkozzatok be neki, beszélgessünk. Az mindegy, de először meg kellene keresni azt a nagy testű állatot. Szerintem itt nem lesz. Nézzük meg arra. Jó. Itt vannak jelentkezők. Szerinted ők jók? Hát, amúgy nem él a Balatonban, nem? Azt tudom. Szereted a vizet? Nem a répát. Szereted a vizet? Tiszta! Mondjad! Azt írja, mutatkozz be neki! Hello! Tiszta vagyok! Mihály! Ők se élnek a Balatonban. Nem ám. Nagy testű, szereti a vizet. Nem mutatkoztál neki. Honnan tudod, nem szereti a vizet? Akkor keressük tovább. Hogy vízben él? Hát nem. Hello, szia! Vida Péter vagyok a Balatoni nyárból. Te szereted a vizet? Figyelj, nagy testűnek nagy testű. Biztos, hogy nem él a Balatonban. A pancsolás, a bemutatkozás, meg minden működhet, csak ez az együtt pancsolás, meg ez necces. Meg mondjuk még a labdázásról is azért így... Elgurítom, maximum nem hozza vissza. Tehát nagy testű, szereti a vizet. Nem él a Balatonban. Melyik lehet az? Ne, fogalmam sincs róla, figyelj, nem. A fóka. Aha. Fóka. Fogd meg nyugodtan. Hello. Engem Krisztának hívnak, és téged? Hello. Szevasz. Itt valszakon lehelletek? Férfias. Bravo, ez nagyon jó volt. Na, hát akkor egy rész maradt neked, én mindent megoldottam, az úszás és a labdázás. Annyira tudtam. Megyek. Gyere úszni, azt mondja, gyere úszni. Na, felső fókán van. Mi? Jó, tudom. Megyek. A labdázom a fókával. Na még egyet. Innen kapta a nevét a Tihanyi félsziget csücske, a jó reménység fóka. Ki lett az első? Megérintem! Fél fotó! Mille grazie! Ott volt! Hát ti sem fogjátok megúszni szárazon. Ezt most én mondom. Megmondom őszintén, hogy én nálad bátrabb embert még nem láttam. Ez férfi munka volt. Gratulálok. Nagyon büszke Köszönöm. Vagyok rád. Nektek nincs a tarsolyotokban, Peti, úgyhogy sajnálom.